Bíró Eszterrel beszélgetek, aki nem csak fogyott, hanem életmódot is váltott nálunk a Tomán Diet segítségével. Melyik volt előbb? Hát először a fogyás. Azt éreztem, hogy túl sok kiló van rajtam, és nem tudtam, hogy hogyan kéne lefogyni. Főleg két gyerek mellett ugye sokszor ugyanazt teszem, mint a gyerekek, mert hogy nem fogok ötfélét főzni. De hihetetlen nagy volt a váltás, amikor megszabadultam 13 kilótól. Azt hiszem, 13 kiló. 13, igen, olyan 3 hónap alatt. Mi a kedvenc Tomán terméked? Nagyon nehéz, mert ugye ez változott így az idők során. Ugye először nagyon ragaszkodtam a csokis gabona pehelyhez, meg az almás fahéjas zapkásához, az igen. Nagyon. De aztán ugye jöttek ezek a chipsek, akkor chips, meg ez a mogyorós szelet. Igen, De több kedvencem van, tehát az a jó tényleg ezekben a termékekben, hogy nagyon sokféle van. Uh-huh. Ja, és most levesek közül pedig a kínai. A kínai. Hát az gyakorlatilag visz mindent. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember úgy érezze, hogy ezzel a diétával nem vonja meg magától azokat az izgalmas gasztronómiai dolgokat, amit amúgy nagyon szeret. Nagyon sokat kísérletezünk a fűszerekkel, nagyon szeretjük a különböző akár ilyen csipős dolgokat, vagy indiai fűszereket, vagy bolgár fűszereket, mert az úgy nagyon megbolondítja az ételt, és akkor nem azt érzem, hogy már megint csirkét eszem, vagy már megint halat eszem, vagy már megint brokkolit eszem, hanem annyi fajta elkészítési módra ad lehetőséget, hogy ellenkezőleg azt érzi az ember, hogy most igazán ad arra, hogy mit eszik. Aki még csak gondolkozik azon, hogy elkezdje a Tomán diétet, te milyen tippeket adnál neki? Azt szerintem nagyon fontos tudni, hogy ezért áldozatok nélkül nem lehet szép az ember. Ez nem megy annyira könnyeden, hogy akkor most mindent elém raknak, most nekem van egy anyukám, aki megmondja, hogy most ezt kell lenni, meg azt kell lenni. Tehát, hogy ugyanúgy saját ura vagyok saját magamnak, ugyanúgy hazamegyek, és ha a gyerek palacsintát kér, vagy tejbegrízt kér, akkor ezt nekem el kell készítenem, és meg kell állnom, hogy én most ebből nem fogok enni. Most mire használod a Tomán Diet termékeket? Most jelenleg már csak szinten tartásra. Nagyon sokszor az van, hogy amikor rohanok egyik helyről a másikra, mondjuk koncert után nagyon éhes vagyok, de csak olyan pékséget tudok útba ejteni, ahol minden csak hízlaló, és igazából nem tudnék mit venni, akkor van nálam egy ilyen pici szelet, vagy van egy chips nálam, megóvom magam attól, hogy bűnözek, amíg hazajutok. Igyekszem eljutni a konditerembe, és nagyon-nagyon élvezem ezeket az edzéseket, mert hogy amikor az ember könnyebb, akkor egyszerűen minden sokkal könnyebb. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!